Kedves táborlakók, engedjétek meg, hogy köszöntsem körünkben mai vendégeinket, az Ázsia Sátor vendégeit. Elsőként köszönteném Huncsik Péter, Rajkó Péter, aki elfelejtettem mondani, azon kívül, hogy ez a tábor, ez a sátor egy elég széles és nehezen behatárolható témának ad most otthont, mégis az egyes meghívott vendégeink egy-egy bizonyos ázsiai élményről fognak nekünk beszámolni. Huncsik Péter India témában többek között érkezett. Rajkó Péter, aki a programpont műsorvezetője lesz, már évek óta Koreában él. Himmler György, Himmler Gyuri barátunk, aki a tábor régi tagja. Kambodzsai élményeiről fog beszámolni, és a tegnapi panelből már ismert Fiala János Bangladesről beszél nekünk, és át is adnám a szót akkor a műsorvezetőnek, Péter. Köszönöm szépen a szót, adjon Isten jó napot, szeretettel üdvözlök mindenkit a sátorban. Mielőtt kezdenénk, van egy kérdésem, tudjátok-e milyen nap van ma? Csütörtök. Igen, őrsnapja van, őrs, kérlek gyere vissza. Áldomásom nincs, de majd a császárékból kapsz. Szeretném őrst, régi ördes társamat és barátomat köszönteni, Isten éltessen. Szeretetben, egészségben. Mivel nincsenek véletlenek, szerintem, szeretném felkérni az előadókat, akiket már itt őrs bemutatott, hogy pár mondatban mégiscsak mutassák be magukat, az lesz a legjobb. Főleg, hogy amit olvastátok el az előadásról szóló kis füzetet, kis írást, az akkor az hiba volt, mert nem rólunk szól, tehát ami ott szerepel, az valahonnan ki volt googlizva. Tehát az előadók bemutatják magukat, nem is pocsékolok több szót rá. Felkérem az előadóinkat, hogy mondják el, mi volt az a nem véletlen, ami összekapcsolta őket az országaikkal. És ahogy Ázsiában szokás, kezdjük a rangidőssel. Huncsik Péter. Köszönöm szépen. Én vagyok a rangidős, Huncsik Péter. Sok minden mellett, sok egyéb mellett Ázsia kutató sem vagyok, mert hát etnopszichológus is lettem, ami nem létező műfaj. Tehát Ázsia kutató is lettem, vagy Ázsia szakértő, szóval nem vagyok az. Ázsia 4 vagy 5 országában jártam, viszont a lélektan és a szociálpszichológián keresztül Ázsia, az ázsiai jellem, az ázsiai személyiség nagyon érdekelt, és ennek a tanulmányozásának szenteltem egy kis rosszabb időt, és erre győződtem meg személyes oktatóiskolás során Kínában, Japánban, Indiában, Tibetben. Következő egy Gyurka, úgy érzem. Köszönöm a szót. Akkor bemutatkoznék, én Ifjabb Himmler György vagyok, nem tanár és szerkesztő és művelődés szervező, bár ezt a Himmler Györgyet is ismerem valahonnan, de én ennek a Himmler Györgynek a fia vagyok. Minden esetre rólam annyit kell tudni, hogy én az Uppsalai Egyetem kisebbségkutató centrumának a Hugo Valentine kutatóintézetének voltam a diákja, és ez a kutatóintézetnek a fő profilja a genocidium tanulmányok, vagyis népírtástan köré csoportosul. És egy idő után nálunk is van specializáció, és én pont Kambodzsát választottam, több okból is, amiről majd később szólok, és így kerültem ki Kambodzsába. Köszönöm. Hát én Fiala János vagyok, én már tegnap bemutatkoztam, hogy igen, már ismertek a Fórum Intézetben és a Kerekasztalban végzett munkámon keresztül, de Bangladessen máshogy kerültem kapcsolatba. Tegnap említettem, talán a doktorandusz vagyok a Harvard Egyetemen, a Jubikaron, és az egyetemnek van egy ilyen kutatóintézete, a Harvard Law School Project on Disability, ahol fogyatékos emberek emberi jogainak érvényesülésével foglalkozunk, és Bangladesh az egyik partnerország. Úgyhogy idén februárban oda küldtek el engem, hogy
beszéljek a helyi partnerekkel, előadás sorozatot tartsak, és a ügyvédként, főleg a helyi ügyvédekkel, akik fogyatékos embereket képviselnek, az ő munkájukat nézem át kicsit, és segítsek nekik. Ez az első utam volt Dél-Ázsiában, nagyon érdekes volt, nagyon tanulságos. Maga az ország és a munkámon keresztül is, de gondolom erről többet majd a következő körben. Igen, tehát én Rajkó Péter vagyok, sokaknak ismerős, főleg az Ajrből, prágai diákéveimből. Különben komáromi vagyok, és Koreával, pontosabban Dél-Koreával, mert ezt meg szokták kérdezni, hogy akkor most észak-dél, délről van szó. A kedvesem miatt kerültem. Én teljesen véletlenül összefutottam Spanyolországban egy koreai kislánya, és immáron majdnem 3 éve Koreában élek, tanulok. Jaszt! Megengedjék akkor az első mondatokat, vagy az első gondolatokat a jegyzetemből fogom, hogy ne menjek, ne engedjem túlbőrlére az egészet. Tehát ami nagyon izgatott és érdekelt lélekgyógyászként, az nyilvánvaló a keleti és a nyugati ember személyiségének összehasonlítása volt. Tehát annak a megfejtése, vagy annak a kutatása, hogy vannak-e markáns eltérő különbségek a két személyiség között, és úgy éreztem, és ebben az irodalmi olvasmányban megerősítettek, hogy igenis elég markáns személyiségek vannak, egyik és másik oldalon. Ezek megjelennek a mindennapi viselkedésben, megjelennek az értékrend teremtésben, és ma, amikor arról azzal kell szembenéznünk, hogy jön Kína, és felvásárolja az államadósságainkat, és 10%-os évi GDP növekedést tud produkálni, ami másfél-2%-os GDP növekedésünkkel szemben, és a keleti országokat úgy általában ilyen kis tigriseknek nevezik, amelyek mennek és törnek előre ezzel szemben, ami jól fejlett nyugati világainknak bizony nagyon nehéz a dolga, kinkeservesen megyünk, illetve inkább esünk vissza a nagyokat, akkor azt hiszem érdemes ezzel a dologgal is foglalkozni, tehát hogy milyen szerepe van ennek ebbe a dologba, ennek a társadalmi jelenségben, milyen szerepe van magának a személyiségnek. Most a jegyzeteimet itt használnám föl, tehát csak nagy pontokba elmondani. Tehát a nyugati személyiséget általában independent személyiségnek szoktuk nevezni. Egy monokultúrában él, amelyben élesen elkülönül az én érzés a világtól, a test élesen elkülönül a lélektől. Ez a típusú ember a haragot, a bűntudatot, az énnek a túlhangsúlyozását szokta emlegetni. Ez egy személyiségközpontú, az elismerés hajtja, az a vágy hajtja, hogy valamit a társadalomban külön, megnevezhetően, elismerhetően ő hajtson végre, és ez ennek érdekében az egész társadalmi struktúrát úgy alakítja ki, beleértve a jogrendet is, hogy ez mind arra szolgálja, hogy az ő személyisége különleges jegyeit vagy különleges státuszát védelmezze. A jognak ez a feladata, az egész társadalomnak ez a feladata, hogy őt, az ő személyiségét tisztelje, becsülje, védelmezze és elismerje. Ezzel szemben, ha megnézzük a keleti személyiségjegyeket, az kimondta egy interdependens, aminek a fő momentuma az, vagy a fő jellemzője az, hogy a keleti ember egy hálózatnak a része, egy hálózat része, amely, és ki is mondja, hogy ettől a hálózattól függ az ő viselkedése, tehát úgy nevezik, hogy relatív viselkedés. Nagyon fontosak a szabályok, a külső szabályok és a vezérelveknek a betartása, az elvárások, hogy mások mit gondolnak rólam, és annak a tudatosítása, hogy a környezetnek a része vagyok. Tehát a környezettel szemben úgy kell viselkednem, mint egy környezeti résszel, tehát a környezethez fűződő értékrendjeim tulajdonképpen a saját magammal szemben kialakított értékrendet is jelentik. A szabályszegés ezen a keleti féltekén, vagy ezen a keleti részén a világnak, amit mi nevezünk csak keletnek, amit ők nem nevezhetik magukat, nem föltétlenül így nevezik. Tehát ez a hálózatnak a hibája és egyfajta kollektív bűntudatot okoz náluk. Nagyon érdekesek az érzelmi világnak a kialakulása, nagyon fontos számukra, a keletiek számára az együttérzés, az empátia,
és az elismertség, de úgy elismertség, hogy másoknak tetszen az, amit én csinálok. Tehát az elismertség másoktól jöjjön, és a társadalomnak egyfajta egyértelmű visszajelzése legyen az, ami erősít engem és a motivációmat megerősíti. Nagyon érdekes ebben a szempontból keleti és nyugati emberek fotóinak összehasonlítása. Ha az ember egy keleti ember portréját néz, akkor valóban nagyon kevés olyan személyiségjegyet fegyez fel rajta, aminek alapján megjegyezheti a illető fickót, nem véletlen, hogy összezavarjuk őket, kínaiakat, japánokat, nem tudjuk hova tenni, ők sokkal pontosabban megjegyeznek bennünket arc alapján. Egészen szemtelen viselkedés, szemtelen arc, szemtelen portré jelenik meg, tulajdonképpen az egyéni személyiségjelek és az érzelmeknek a megjelenítése nem tartozik olyan értelemben másokra, mint ahogy ez a nyugati féltekén tartozik. Szorongásaikba, félelmeikbe ugyanúgy jelen vannak ezek a dolgok, ez a nyugati-keleti elkülönítés. Ugye? Például a szociális fóbia, az elpirulástól való félelem, a zavarodottságtól félelem. Mi azt mondjuk, hogy én fogom magam rosszul érezni, nem megyek emberek közé, mert rosszul érzem majd magam, nem merek beülni az autóbuszba, mert nem kapok levegőt, nem merek emberek közé menni, mert elpirulok, vagy izzadok, és szagom van, meg nem tudom mi. Ő náluk az úgy jön le, hogy másokat fogok ezzel zavarni. Tehát a mások megzavarása az, ami miatt náluk kialakulnak ezek a egyébként nagyon hasonló panaszok. Nagyon érdekes a következő dolog, amire szinte a személyiségkutatás közben jöttem rá, az úgynevezett modus vivendinek a keresése keleten és nyugaton. A nyugati ember a felfokozott racionalitás jegyébe egyre nagyobb hangsúlyt helyez az elemzés, az analízis szükségességére, mindent megérteni, mindent kielemezni és racionálisan cselekedni, még keleten inkább a megoldás felé mennek a dolgok. Nem annyira érdekes az elemzés, nem annyira érdekes a racionális megértése a dolognak, megoldást kell találni. Tulajdonképpen ezzel aztán előjön egy keleti társadalomtípus, és ez a keleti társadalomtípus nálunk mifelénk úgy tükröződik vagy képződik le, hogy ezek azok a keletiek, akik nem értékelik annyira a személyiséget. Ugye felszoktuk még Sztálint is, mint keletiként az orosz rendszert, ugye a 10-20 millió katona elvesztése, a százezerek és milliók elpusztítása Kambodzsában, Kínában, a nagyugrás során, a kulturális forradalom során, ez nem számít, legalábbis ez nekünk így jön ki, ezek nem számítanak, az egyéniség nincs úgy megbecsülve, az egész társadalmi szerkezet, a jogalkotás hasonló módon működik, és tulajdonképpen ez az, ami aztán gazdasági tekintetben, hogyha veszük, valószínű, hogy ez az egyik magyarázata annak a nagy-nagyfokú gazdasági előrelendülésnek, ami jelen pillanatban található, a nyugaton kifejlesztett, nagyon modern és nagyon fejlett technológia megvétele, behozatal az országba, és nagyon emellett a nagyon fejlett nyugati technológia és módszerek mellett nagyon igénytelen emberek millióinak az odaállítása ezek mellé, a folyamatok mellé, ezek mellé, a gépek mellé. Az egész társadalom ehhez az úgynevezett kvázi igénytelenséghez igazodik, és ennek az igénytelenségnek az egyik eredménye, vagy ennek a kettőségnek az egyik eredménye is lehet az, mondják a mai közgazdász szakértők, hogy tulajdonképpen olyan nagy különbség mutatkozik az elmúlt 10-15 évben a keleti és a nyugati világ részei között. Mert ez a séma, ez teljesen ráhúzható Japán, tehát mindenhol vannak bizonyos külön dolgok, de ez teljesen ráhúzható Japántól Indiáig. Majd a következő körben, doktor úr, kérem, mondja el, hogy hogyan jutott oda, tehát a praktikus részeket is. Gyurka? Látom, hogy előbb pár felhördültek, amikor azt mondtam, hogy népírtás szakra járok. Meséljek a népírtásról, vagy pedig csapjunk bele a lecsóba, és menjek rá a kambodzsai részére? Pár mondat népírtást. Jó, akkor legyen pár mondat népírtást. Uppsalában amúgy rengeteg különféle érdekesebb szakirányt lehet tanulni az egyetemen. Most nagyon divatos például a Sustainable Development, feltartható fejlődés című dolog. És a bölcsészkar is úgy van megalkotva, hogy rengeteg mindent lehessen tanulni. Amúgy ezt hozzá kell tennem, hogy ha valakit érdekelne az ilyesmi, akkor EU-s
állampolgárok sikeres felvétel mellett ingyen és bérmentve tanulhatnak svédországi főiskolákon és egyetemeken. Mindenkinek tudom ajánlani. Na, ami a genocidiumot, ezt nem, hogy felváltva fogom használni ezt a szót, tehát a népirtás az megegyezik a genocidiummal, azt hiszem ez egyértelmű. A genocidium fogalma már önmagában egy paradoxon. Ugyanis még maga a genocidium több ezer éves gyakorlatnak örvend, addig a szó nem is létezett 1943-ig. 1943-ban egy Rafael Lemkin nevű lengyelországi zsidó ügyvéd alkotta meg ezt a fogalmat, a görög génosz és a latin szíde, tehát család és gyilkolás fogalmak összekovácsolásából. Lemkin az utolsó pillanatban Svédországon keresztül ki tudott szökni 1940-ben Amerikába, de 49 családtagjáról ezt nem mondhatta el, és ők mind ott is pusztultak a zsidó holokausztban. És mivel Lemkin jogász volt, ezért ez lett a legkedvesebb hobbija, hogy legislatíve próbálta megmagyarázni ezt az egész jelenséget, és hogy is lehetne ezt kiküszöbölni a jövőbe, hogy ez véletlenül se forduljon elő. Aztán előjött egy elég egyszerű jogi sémával. A jogi dolgokban nem szeretnék belemenni, mert tegnap Jánossal itt volt egy kis diskurzusunk ebből a témából, és hát nagyon otthon van, tehát gondoltam, hogy ha valamit félre szólok, csak nyugodtan javíts ki. Tehát ott tartottam, hogy ez a jogalap, amit Lemkin megalkotott, ezt először a nürnbergi perek kapcsán használták, mint jogalapot, és utána nemzetközi jogi csűrés csavarások után ebből kirajzolódott egy ENSZ egyezmény, ami magyarul úgy van, itt lesnem kell, hogy a népirtás büntetének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény. Ezt 1951 óta 140 nemzet ratifikálta, köztük természetesen mink is. Ez az egyezmény hibás, két okból is. Az egyik ok az, hogy a genocidium csak akkor áll fenn, hogyha nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport ellen irányul. Na már most, ha csak ezt a definíciót használjuk, akkor például az én szakterületem, Kambodzsa, az nem minősülhet népirtásnak, ugyanis ez a konfliktus egy politikai, ideológiai csoport ellen irányult. Ezt állítólag 51-ben még Stalin buliszta ki az ENSZ-be, hogy ezt a cikkeit ne rakják bele az egyezménybe, hát mondjuk érthető okok miatt. És a másik nagy hibája ennek a genocidium egyezménynek az, hogy szabadon értelmezhető. Ugyanis van benne egy olyan rész, hogy csak az minősül népirtásnak, ami vagy részben, vagy egészben irányul egy nép vagy népcsoport ellen. Na most ez a részben vagy egészben, hát az egészben az egy kicsit necces. Ezt a modern történelem korában ezt egyetlen egy helyen sikerült végigvinni. Esetleg tudjátok, hogy a modern történelemben melyik volt az a hely, ahol sikeresen be is végeztetett a népirtás. Tehát az utolsó szál emberig eltűntek. Ez Tasmánia. Tasmániában nincs ős lakosság, mint Új-Zélandon, hogy megmaradtak a maoriak, vagy Ausztráliában bushmanok. Tasmániában az utolsó szál ős lakosig kiirtották sajnos az ős lakosságot. A másik dolog pedig az, hogy részben vagy egészben. Tehát mi az, hogy részben? A népirtásnak nincs mértékegysége. Tehát ez képtelenség, ezt nem lehet számokkal alátámasztani, mert ugye miben is kéne ezt vizsgálni. Tehát például a halálos áldozatok számában, vagy a szenvedés súlyosságában, tehát ilyen nincs. Épp ezért a részben kifejezés az egy olyan dolog, amire mindig lehet hivatkozni, és általában a háborús bűnösök hivatkoznak is rájuk. Aztán a nagy politika ezt a dolgot szereti a saját malmára hajtani, mármint ezt a részben vagy egészben kifejezést. Két példát mondanék, az egyik az
94-ben a ruandai népirtással kapcsolatban hangzott el az ENSZ-ben. Itt ugyanis azt hiszem egy francia újságíró feltette Madeleine Albright-nak azt a kérdést, hogy hát milyen jó Istenre vártok még egy ruandai beavatkozással kapcsolatban, amikor a vak is látja, hogy mi folyik, ez nem egy szombat délutáni alapafrikai matiné gyilkolászás, hanem ez kőkemény genocídum, és erre Madeleine Albright azt válaszolta, hogy hát ugye erre nem volt meg se a politikai, se a gazdasági akarat, mert hát ugye Ruandában mi van? Hát túl sok dolog olyan nincs, ami Amerikát érdekelni. És erre Madeleine Albright valami ilyen választ adott, hogy hát igen, a környékben a megfigyelőink észleltek szórványos, tehát nem részbeli vagy egészbeli, hanem szórványos népírtás jellegű tevékenységet, de ezt még nem biztos, hogy kielégíti a részben vagy egészben definíció fogalmát, és épp ezért nem is volt beavatkozás Ruandába, hanem pár évvel később bocsánat kérés volt. A másik oldalról is meg lehet közelíteni. 2008, dél-oszétiai válság. Ugye Orosz Anyácska a kis népek védelmezője, már a konfliktus előtt kihúzza a népirtás kártyát, és prevencióra hivatkozva bevonul Dél-Oszétiába és Abkháziába. Na akkor legyen ennyi bevezetőnek talán. Közi. Igazából nem is erről terveztem beszélni, de Hucsik úrnak a bevezetője nagyon érdekes volt a számomra, mert tulajdonképpen az én kutatási területem pont kapcsolódik ehhez, és ugye az emberi jogi megközelítésben egy állandó kérdés, hogy az emberi jogi rendszer, ahogy mi ismerjük, az egy nyugati találmánya, ami a nyugati ember számára kitalálva, és ez miatt teljesen használhatatlan mondjuk az ázsiai országokban, vagy pedig ők ugyanolyan emberek, mint mi, és ez egyszerűen csak ezek a különbségek, amiket látunk, ez egy szociális konstruktum, és ez egy emberöltől alatt lebontható, és ugyanazok a normák használhatók számukra, mint számunkra. Ez ugyebár egy nyitott kérdés, és vannak, akik így érvelnek, vannak, akik úgy. Én nem végeztem lélektani kutatást, nyilván, és főleg nem az egész ázsiai kontinensen, de a saját szakterületemen úgy látom, hogy abba az irányba kezdünk el mozdulni, mármint fogyatékos emberek emberi jogai, és különösen súlyos fogyatékos emberek emberi jogai, akik különösen el vannak utalva például a családra, hogy az uralkodásban kezd az lenni, hogy a nyugati ember se annyira independens, ott is az interdependencia elég fontos szerepet játszik, és lehet, hogy a keleti ember se annyira interdependens, mindamennyire gondoltuk, vagy mindamennyire ezt eddig sokan képzelték. Szóval biztos, hogy van szerepe ennek a társadalmi hagyománynak és főleg a jognak is. Nyilván van egy kulturális lélektani alakja is, de a jog is szerepet játszik ebben valahogy, és ez a része megváltoztatható. Tehát fogyatékos jogi egyezmény, a nyugati találmány például, de nagyon jól hasznosítható a keleti országok. Egyelőre így látjuk, hogy aztán majd később máshogy fogjuk látni, ezt nem tudom. Konkrétan Bangladesh egy muszlim ország, és ezért egy kicsit elüt a szomszédaitól, és elüt a többi kelet-ázsiai államtól. Nagyon fejletlen ország, azt hozzá kell tenni, szóval a világ legszegényebb államai között van. Azért külön érdekelt, mikor mentem oda, nem jártam még a gazdasági helyzetben levő államba, tehát nem a évi 10%-os GDP növekedés és a külföldi államok adósságainak fölvásárlása jellemző rá, legalábbis egyelőre. Tudni kell, hogy Bangladesben, hogyha fejlett nyugati államokról beszélnek a példaképekről, akiket követni kell és akiknek át kell venni a példát, és az államok, ahol jól működnek a dolgok és mondjuk fejlett környezetvédelem és tömegközlekedés van, akkor általában Indiára gondolnak. Tehát a jó példa az mindig Calcutta, olyan, hogy esetleg az Európa Unió vagy Amerika bármivel példamutató lenne számukra, ez elég ritka. Ehhez képest, és azt is hozzá kell tenni, hogy nem egy turista paradicsom, szóval nagyon kevés külföldi utazik oda,
európai fehér emberrel az egész hét alatt, vagy két hét alatt, amíg ott voltam, talán kettővel találkoztam. Tehát se turisták, se üzletemberek nem nagyon jutnak el oda. Bengálit is láttam sajnos, erről a repülőtéren volt egy fénykép, és ahány helybelivel beszéltem, egy is látott még bengálit is, úgyhogy valószínűleg egy nyugat-európai állatkertben nagyobb eséllyel találtam volna, mint azon a helyen, ahol őshonos. Na, ehhez képest, mindez mellett kulturálisan meglepően sok hasonlóságot láttam Bangladesh és akár Közép-Európa között. Nem általában kulturálisan, és nyilván a különbségekről még meg később beszélek, de az a mód, ahogy ők az országukat működtetik, nagyon hasonlít arra, ahogy itt mennek a dolgok sok szempontból. Az a mód, ahogy a törvényalkotási folyamatuk működik, nagyon hasonlít. Az a mód, ahogy politikáról gondolkodnak, tehát például a korrupció szerepe a társadalomban kicsit hasonlít. Nyilván vannak eltérések. Mind csak annyiban volt fontos, hogy úgy láttam, hogy azok az emberi normák, amiket mi itt a nyugati világban használunk és sajátjainknak érzünk, azok abszolút relevánsak a számukra, ezt ők is így gondolják, és én is úgy láttam, hogy van mit mondanunk nekik, sőt, ami meglepő volt, nekik is van mit mondani nekünk. Láttam nagyon jó pozitív kezdeményezéseket ott náluk is. Arra mondok példát, a értelmi fogyatékos gyerekek inkluzív oktatása, az ugyebár itt is egy nyitott kérdés, sokan mondják, hogy milyen sok pénzbe kerülne, hogyha az értelmi fogyatékos gyerekeket beraknánk az általános iskolába, és ott valahogy alkalmazkodni kellene hozzájuk. Ott láttam Bangladesben, hogyan lehet ezt nagyon megoldani egy olyan államban, ahol a lakosság 70%-a analfabéta, és most megkezdik építeni az iskolarendszert. Civil szervezetek hoznak létre iskolákat vidéken, és egyszerűen annyit csinálnak, hogy a tanárokat, amikor kiképzik, ez egy két hónapos képzés, akkor egyszerűen a két hónapból egy hetet arra szánnak, hogy fogyatékos gyerekeket hogyan kell tanítani. Erre van egy kézikönyv, ezt megmagyarázzák nekik, és azt mondják, hogy onnantól kezdve ez nem kerül semmibe, ugyanannyiba kerül a fogyatékos gyereket is tanítani az általános iskolába, mint a nem fogyatékos gyereket. Szóval ez egy olyan dolog, ami iránt gondolom, hogy itt is lehetne érdeklődés. No, ez volt a bevezető, és a különbségekről majd akkor később. Igen, szólnék a fogyatékhoz, én közben jegyzeteltem, és úgy látom, hogy a tizedét sem fogjuk tudni elmondani, ami igazából bennünk van. Tehát rajtam egy koreai népviselet átdolgozott modern verziója van, minden szövet növényi, vagy hát természetes eredetű, a festése is, ennek a feketének nem biztos, de ennek igen, faszén. Amit látjátok, minden nagyon bő volt, így külsőre egy régi koreai fehérben volt, úgy, mint nálunk a paraszt emberek, mert a rizsföldeken ugye süt a nap. Semmi, tehát a rövidújú, ez már az új, ez az új vágás. Hosszú új, láb felső. Ezzel a V alakú szabással, tehát a kínai gallért, azt megismeritek, hogy az ilyen kör alakú kis álló gallérka, a koreai pedig ilyen V alakú. Aztán egy csomó más vissza. Na, a jegyzeteimhez vissza, tehát a koreai tigris is volt, minden képen rajta van az összes buddhista szentélyben a hegynek a szelleme. A buddhistákról tudni kell, hogy ők nem zavarták, amikor jöttek, akkor egy szimbiózist alakítottak ki a koreai buddhizmus a sámánizmussal, és nem akarták elzavarni a régi istent, a hegy szellemét. Tehát, hogy ott van a tigrisekkel, viszont tigris már egy szál sincs Koreában igazából, mert annyira sikeresen levadázták. Utána a fogyatékról szeretnék beszélni, hogyha már előkerült ez a téma. És utána mindjárt egy kérdés később doktor úrnak, hogy a karmáról szóljon pár szót, mert gondolom, hogy erről voltak személyes tapasztalatai, de azért ment talán oda. Tehát én a fogyatékról mondom azt, hogy a koreaiak egy félre értelmezett karmikus gondolkodás miatt a fogyatékot egy nagyon nem kívánatos szégyenfoltnak
tartják. Tehát egy ottani fogyatékos, tehát úgy képzeljétek el, hogyha valaki fogyatékkal született, valószínűleg az előző életéből hozott le valami bűnöket. És ezt, hogyha rosszul magyarázzák el, akkor az nem egy esély neki és a családjának, hogy ezen ezt a karmikus terhet végre levesse, hogy segítsék egymást, hanem inkább elzárják azt a szegény embert. Manapság már mindenhol megközelíthető, ezekkel az elektromos tolókocsikkal járnak, de nagyon kevesen. Tehát azt minden koreai mondja nekem, hogy a földi pokol a fogyatékosnak, az Korea. Tehát így gondolom a GDP plusz 10-es országokban, tehát nem Bangladesban, lehet, hogy még rosszabb. És tehát a karmára jó lenne, hogyha szólnánk egy pár szót, és utána én elkezdem azt a következő kört, a személyes, tehát hogy hogyan jutottam oda, mert szerintem bár a földgolyó az összezsugorodott, mára aránylag olcsón lehetett eddig ide-oda mászkálni a földrészekről, de mégis, hogyha itt valakinek mondom, hogy Korea, akkor felsziszen és nézi, hogy hú, észak, dél, és hogyan, és hú, mi van. Tehát szeretném, hogyha elmondanák az előadóink, hogy hogyan, mi szólította meg, és esetleg nektek lehet ez egy indító pont, ez egy start, hogy nem olyan nehéz, és hogyha valami megfogott bennetek, valami tetszik, akkor Ázsia nincs olyan messze. Tehát akár lovon is haza lehet jönni. Tehát én személyesen a kedvesem miatt jutottam Koreába. Úgy éltem meg, mint egy nem véletlent, mint tényleg egy karmikus dolgot. És hát együtt vagyok már 3 éve. Eleinte csak kimentem egy nyári egyetemre, körülnéztem, hogy élhető országa ez, tehát én addig mangát sem olvastam, nem érdekel semmilyen japán rajzfilmsorozat, meg ilyen, amit általában nálunk néznek az emberek, ugye Géza? tehát semmi kapcsolatom nem volt. Kijutottam oda, körülnéztem, láttam, hogy jó, visszamentem, csak úgy saját magam próbáltam túlélni, angolt tanítottam, minden kőkeményen feketén, mert ugye egy fehér arc az bármi, csak fehér legyen, kék szemű, és akkor taníthat angolt. Mindegy, hogy orosz akcentusa van, vagy akármilyen más. Ja, aztán ebből adódik a rasszizmus is, de ezt majd később. Tehát kijutottam így, utána tengtem-lengtem egy 7 hónapot, úgyhogy ki is kellett utaznom Kínába, hogy újra kapjak vízumot. Úgy, ahogy eltartottam magam, például egy érdekesség, hogy filmekben statisztáltam. Tehát egy koreai síugrókról szóló film, ennyit mondok, hogyha be van valami adva fölülről, akkor azt elfogadja mindenki, erről már szó volt az autoritás, a kultusz. Tehát manapság a baseball, mi ez magyarul? Tehát a baseball és ilyen tömeg amerikai sportok menő Koreában, persze a taekwondon kívül. És ezért a kormány rettenetes milliókat fektet ilyen kultúrpropagandába is, tehát hogy ők legyártatnak kormánypénzen egy hatalmas hollywoodi szintű filmet a síugrókról, vagy legyen több síugró. Tehát bemutatják, ahogy ők teljesen ilyen hozzá nem értően vértizzadva edztek, és utána, hogy ez sikerült nekik. Tehát, hogy ilyesmiben voltam, és utána ilyen filmekben statisztáltam, és utána megpályáztam egy kormányközi ösztöndíjat, és azzal most 1 év koreai tanulás után 1 év mesterképzésem letelt, és még van 1 évem hátra. Akkor folytassuk a személyes úttal. Személyes úttal folytatni most elég nehéz, mert nekem sok minden kavarod a fejembe. Egyrészt a kérdés, amit te föltettél, másrészt, amit Gyuri itt mesélt a genocidiumról, és Fiala János így figyelmeztetett arra, hogy vigyázzunk ezekre a dolgokra, hogy ne avatkozzunk be abban, hogy nem értek, programért nem értünk, én legalábbis joghoz. Ez teljesen érthető egyébként, most nem ironizálok, hogy ne csináljak szabályokat, hogy ne csináljunk szabályokat abban, amit nem ismerjük. És egyáltalán mi Ázsiáról beszélünk, holott mindannyian elmondtuk, hogy Ázsia egy-egy vagy 2-3 országából tudunk valamit, nem is sokat, tehát hogy korai lenne ebből általánosításokat levonni, vagy fölösleges, vagy nevetséges lenne. Ami viszont kavarog a fejembe és érdekesség. Mert nekem az egész egy érdekes dolog folytán jutott az eszembe, hogy valami van ebben az ázsiaiságban. Én dolgoztam a posztszovjet köztársaságokban, ilyen konfliktus kezelő, kommunikáció, önismeret, konfliktus kezelés.
Döbbenetes volt, hogy az európai posztszovjet köztársaságokban, ezek elsősorban Ukrajna és Fehér-Oroszország és Moldávia, milyen tökéletes identitászavart okozott a 70 évnyi kommunizmus. Szóval azok az emberek identitásukat szinte teljesen elvesztett, zavarosan, mi klasszikus értelmezésünkben identitás, zavarosban élnek, önmaguk megfogalmazása, definíciója nagyon nagy gondot okoz nekik, értékrendjük szinte napról napra változik, tekintve, hogy az új rendszer új értékeket hozott be, a régit nem tudják, hogy el kell engedni, nem kell engedni, ragaszkodni, nem ragaszkodni. Tehát ez egy kaotikus világa az európai posztszovjet. Átmentem Üzbegisztánba, Kazaksztánba, Türkmenisztánba, Kirgisztánba, és meglepő szilárdságot tapasztaltam. Meglepő ilyen jó struktúrált értékeket és állandó értékeket és elképzeléseket önmagunkról, identitásunkról, az emberi lét mienségéről és a céljairól. Holott ezekben az országokban nem a vallás volt az, mert a vallás szinte az oroszok, a szovjetek teljesen ki tudták írtani. Vallásos nevelés tiltva volt ezekben az országokban. Tehát kellett, hogy valami más is legyen, ami a 70 évi kommunizmus ellenére meg tudott bennük tartani valami nagyon-nagyon fontos emberi dolgot, jellemzőt az ő kontinensükre. Ez egyik dolog. Ami elkezdett ezzel foglalkoztatni. A másik dolog ugye lélektanból jött, aminek a kérdése úgy volt nekem, hogy ha van ilyen ázsiai személyiség típus, akkor egyáltalán van-e értelme az énről beszélni? Van-e értelme az énről beszélni, amikor a keleti embernek a, mármint aki ezzel foglalkozik, tehát önmagával, önmaga identitásával, definíciójával foglalkozik, a célja az én teljes elvesztése. Azért vannak a meditációk, erről szólnak az ő külön vonulásaik, asramokba és barlangokba, teljes énvesztésig elmenni. Most ha ezt összehasonlítom ugye az európai filozófiával, a 20. századi Sartre Camus vonulattal, ugye az existenciában azt mondja, hogy elvesztettem az énemet, tehát elvesztem én magam is, nem létezik az énvesztés automatikusan az egész életem elvesztését okozza. Még keleten tulajdonképpen az énvesztés lenne az életemnek a célja, a teljes kiüresedés, és utána kezdek rá építkezni. Hát tulajdonképpen ez a kettőség volt, ami engem elkezdett ebbe az irányba vinni, hogy egyrészt hogy van az, mi az, ami megtartja őket, mert valami megtartotta őket, mondom, elég brutális kommunista agymosás ellenére is meg tudta őket tartani valamifajta értékrend és valamifajta identitás mellett. Ez volt egyik, a másik pedig ez a paradox, vagy inkább dikotomikus dolog volt, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Ezek az emberek a hálózat része, fel akarnak oldódni a hálózat, mármint a keletiek. Fel akarnak oldódni a hálózatba, a hálózatnak tartoznak felelősséggel, az személyiségüket, az ént állandóan kicsinyítik és kisebbítik és szinte mellékszereplőnek tekintik. Egy olyan fajta dolognak, mint a fa a természetben, vagy a kis egér, ami átfut a levelek között. Szóval tulajdonképpen ide devalválják, ha így akarok magamat kifejezni, tehát devalválják magukat egyszerűen a természet egyik részének. A teljes kiüresedést tartják a fő dolguknak, és emellett valami olyan csodálatosat tudnak mégis elérni, amit elértek. Ugye az alapkérdés, a másik alapkérdés az volt, hogy egyáltalán, és az most János, az most felétek is megy, hogy egyáltalán ugye mennyire volt egyfajta univerzalista elképzelés az, hogy nekünk a mi nyugati modelljünket el kell juttatni, és érvényesíteni kell mindent a világon, mert ez a demokrácia modell, ez a nyugati modell az, ami fasza, ami működik, amit el kell fogadtatni, és már is boldog lesz a világ. Ugye ez is egy nagyon komoly dolog, ami egyre inkább az jön ki ebből az egészből, hogy hoppá, itt minimálisan módus mirendit kell majd keresni, tehát egy élhető közti állapotot kell majd keresni, aközött, amit ők produkálnak és valósítottak meg, és amit mi produkálunk és valósítunk meg, hisz ma már nem lehet elvitatni a nyugati embernek azt a vágyát, hogy az a túlburjánzott énjét, mármint akikben ez benne van, ez a fajta önkorrekciós vagy önelemző készség és önkorrekciós készség vagy készletés, hogy a túlburjánzott énünket próbáljuk meg valahogy leépíteni. Próbáljuk meg eljutni valahova oda, ami a lényeg,
És a lényeghez ugye ezzel a keleti filozófiával úgy lehet eljutni, hogy először teljesen kiüresíted önmagadat, elveszted az teljesen az énedet, és utána ott kezded keresgélni az egészet. És most egy nagyon érdekes dolog, amit még nagyon szeretnék ebben a körben villám gyorsan elmondani. Én is nagyon idegenkedve fogadtam azt a dolgot, amikor a hozzátok hasonló generáció, vagyis a lányaimnak a generációja hozta ezt be, nekem ezt a kérdést. Mármint, hogy menni is kellene személyesen. Én 54-55 évesen, 5-6 évvel ezelőtt nem voltam egy nagy híve annak, hogy én most, ne felejtsétek el, 12-13 éven keresztül roma telepeken dolgoztam. Roma telepeken több mint 1000 roma fiatalt képeztem kommunikációra, konfliktuskezelésre. Nekem a gettóból, csúnyán mondom, elegem volt. Én nem akartam menni, nézni újra nyomort Indiában, Kínában, fönt Tibetben, azt mondta, hogy nekem ez nem kell. Én elmentem szívesebben a Caminóra, és legyalogoltam 860 kilométer, amikor azt mondták, hogy most ugyanezt az egy hónapot egy asramba semmit tevéssel kell, ezt kell majd eltölteni, ez nekem nagyon idegen volt. Ezt nem tudtam elképzelni, hogy ezt meg tudom csinálni, és minden kísérletem afelé ment, hogy bebizonyítsam a saját lányaimnak is, hogy amit ti hoztok nekem, mint ázsiai értéket, az megvan itthon is. És a döbbenetes dolog az volt, hogy akkor kezdtem 54-55 éves koromban mélyebben tanulmányozni a hit történetét, és nagyon érdekes dolgok jöttek elő, hogy valóban az ókereszténység és a zsidó hit bizonyos fázisaiban, vagy korai korszakaiban pontosan azok az elméletek és azok az elképzelések a világról, az emberről, az ember szerepe a természetben, ember és Isten viszonyába pontosan ugyanazok megvannak, mint a hinduizmusban, mint a buddhizmusban. Tehát tulajdonképpen ami történt, valószínű az csak annyi volt, hogy míg a hinduizmus és a buddhizmus meg tudta őrizni az értékeit, talán épp azáltal is, vagy annak köszönhetően is, hogy nem alakított ki centrumokat. És a centrumok, ha nincsenek centrumok, akkor nagyon nehéz dogmákat kialakítani, ugye? Mert akkor kétharmados többségkül a... Most viccelődtem egy kicsit, szóval a dogma kialakításról, szóval nehéz, még ugye nekünk keresztényeknek kialakult nagyon gyorsan egy centrum, és a centrum szabályokat, pontosabban dogmákat kezdett gyártani, és ezekben a dogmákban, ami nem fér be, lásd ugye az új szövetséget, ahol dobáljuk ki az egyes evangéliumokat, amit nem férnek be a mi elképzeléseinkbe, nagyon sok, nagyon értékes dolog így kikerült, tehát tulajdonképpen azt mondtam magamnak, és ezzel befejezem, hogy az én Ázsiába való elmerülésemnek az egyik lényeges pontja az lett, hogy megkeresni, ami 3000-4000 évvel vagy 2000 évvel ezelőtt a miénk európaiaké is lehetett, ennek a gyökereit is megnézni, hogy hogy néztek ezek ki valójában, hogy néztek ki ezek őseredeti állapotokban, és megkeresni azt, hogy ezzel szemben vagy emellett nekem hol a szerepem, hol a lehetőségem, és mi az, amit be tudnék még most is építeni a saját személyiségembe. Akkor az eredeti kérdés az volt, hogy mi is motiválta az embert arra, hogy kimenjen oda. Igen, ahol. Ilyen teljesen praktikusan, tehát hogy... Jó, megpróbálom praktikusan. Hát előtt bemondtam, hogy ugye ez elsősorban egy iskolai látogatásnak indult, aztán átment turisztikába is, ugye ha már egyszer ott van az ember, akkor megnézi Indokínát, tehát eljutottam Vietnámba és Laosba is. Hogy miért, ez egy relevánsabb kérdés lenne, hogy miért pont Kambodzsát választottam specializációnak. Én ezt a népirtást, ami ott 75 és 79 között ugye a vöröskmerek által elkövetett atrocitásokban merült ki, én ezt azért értékelem, most ezt hülyén hangzik, hogy értékelni lehet népirtás, de akadémiai szempontból lehet amúgy. Tehát akadémiai szempontból nekem én azért választottam pont Kambodzsát, mert ez egy teljesen más jellegű népirtás volt, ami mint az azelőttiek. A modern korról beszélek természetesen. Ugye a népirtásnak van egy olyan fogalma is, hogy A csoport megpróbálja kiirtani B csoportot. Na most Kambodzsában ez más volt. Itt A csoport írtotta A csoportot. Egy ideológiai alapon. És plusz még egy másik érdekessége is volt, hogy társadalmi rétegződés alapján is folyt a mészárlás, tehát, és itt ez a társadalmi réteg, ez a legfelsőbb, tehát az intelligencia volt az, akit üldöztek.
És azért ezt tudni kell, hogy csak azért, mert valakinek egyetemi diplomája van, vagy, vagy azért, mert olvasott, vagy művelt, azért még a sztálini Szovjetunióban sem lőttek nagyon senkit, nem úgy, mint Kambodzsában. Itt különös, itt vadászat folyt ezekre az emberekre, sőt már 78 felé a paranoia az már olyan szintre emelkedett, hogy már azok is halálbrigádok kezére kerültek, akik mondjuk szemüveget hordtak. Mert a szemüveg is egyfajta az olvasottságnak volt egy jele, épp ezért úgy gondolták, hogy hát ez valószínűleg veszélyes a mi kis kommunista társadalmunkra. Tehát ez volt ez a két dolog, ami engem legjobban motivált ebben az egész országban, és ebben az egész kérdésben. Aztán, hogy megmaradjunk az intellektualizmusnál. Utána néztem, hogy valójában mi bajuk is volt ezeknek az embereknek. Hogy azt hittem, hogy itt is pár felbőszült, kiabáló szobafestővel fogok találkozni, de nem, mert valójában pont amikor megnéztem a Vörösmarek Központi Bizottságának a tagjait és az ő életútjukat, kiderült, hogy Kambodzsa kréme követte el ezeket az atrocitásokat. Valójában a központi bizottságban mindenki egyetemi diplomával rendelkező ember volt, leginkább külföldi egyetemekről és leginkább Párizsból. Például Pol Pot is a párizsi gépész mérnöki karon végezte tanulmányait, bár nem fejezte be, de ezen kívül rengetegen voltak doktorátussal megáldva. És hát itt a nagy kérdés, hogy hát mi is motiválhatta ezeket az embereket arra, hogy a saját fajtájukat értsenek. Hát ez persze egy forradalmi ideológia volt, amit még Párizsban sajátítanak el a francia kommunistáktól, és ezt egy ilyen extrém verzióban továbbfejlesztik kambodzsai módra. És hát most az igazság, hogy jó lett volna vetíteni, mert így tudtam volna mutatni arcokat is, tehát így most nem fog felsorolni embereket, hogy kik mik voltak, de mondjuk egyet megemlítek, ő az abszolút kedvencem. Támok, aztán őt is utolérte a végzete. Ő a fadsereg főparancsnoka volt, és a titkos ügynökségnek a parancsnoka. Ő például buddhista szerzetes volt ezelőtt, úgyhogy ez már nem is ilyen 180 fokos fordulat, hanem ott pár emberek már 560 fokokat írtak le. Tehát mi is volt a probléma? És az még csak hagyjam, hogy ugye ezt az intellektuális réteget üldözték, de megsemmisítettek egy időben mindent, ami az addig ismert műveltséggel és kultúrával kapcsolatos volt. Tehát azt mondták, hogy na most újból kezdjük, és átvettek egy csomó dolgot például az 1789-es francia forradalomból. Például, ha valaki Vöröskmár katonának jelentkezett, akkor választani kellett egy új nevet, egy forradalmi nevet, és ezzel mutatta meg azt, hogy ő teljesen leszámolt a múltjával, és az új énjét, identitását, az teljesen a közös új cél felé fordítja, és annak szenteli. Ez az egyik, meg például eltörölték az időszámítást is, tehát és újra kezdték egytől. Ami mondjuk 1975-öt jelentett, ugye a Vöröskmer hatalom átvételét, de szóval ilyen apróságok, sőt, megszüntették a közoktatást, az iskolákban vagy lerombolták őket, vagy alternatíve koncentrációs táborokat rendeztek be bennük. Az egyik ilyen leghírhettebb koncentrációs tábor, az S-21-es kódolású tábor volt. Hát ilyet nem illik mondani, de én jártam ott, és hogy őszinte legyek, Auschwitz ahhoz a helyhez képest még akár emberségesnek is tűnhetett volna. Már csak azért, mert ott relatíve gyorsan meg lehetett ugye halni, és még akár túl is lehetett élni. Itt 17 ezer embert vittek be erre a helyre, 7 élte túl a 17 ezerből, és ezek mind átestek kínzásokon, és hát ilyen kommunista propaganda által, melyik titkosszolgálat küldött, és hát addig kínozták szegényeket, még alá nem írtak valamit, hogy igen, engem a KGB sorozott be, és akkor el lehetett őket vinni 11 kilométerre egy vesztőhelyre, amit Csongeknek hívnak, és ott ugye
különböző barbár módszerekkel véget vetettek az életüknek. Most nagyon beleszaladtam ezekbe a dolgokba, lehet, hogy ezt inkább magáról, Kambodzsáról kéne beszélni. Nagyon érdekes volt, hogy az én identitásom. Tehát, hogy ha jól értelmeztem, akkor ezeken a helyeken jobban megmaradt, mint Európában. Nem tudom, mi maradt meg, ezt mondtam, valami megmaradt, csak nem tudom, hogy mi. Aha. Én azt tapasztaltam, hogy pont a kambodzsaiakra nézve ez az én identitás, ez egy hatalmas krízisben van ezen a helyen. Egyrészt azért, mert még mindig kísért a múlt, ugye a vörös atrocitások miatt. Másrészt pedig azért, mert ugye őket is éri mindenféle befolyás, külföldi csatornáktól kezdve. Amúgy a kambodzsaiak azok beszektek, tehát azoknál naponta 16 órában megy a tévé, de minden egyes fodrászatban, vaskereskedésben ott a tévé, és a különböző koreai és japán szappanoperák tömkelege. Tehát ilyet még az életemben nem tapasztaltam. Tehát egyrésztről van ez, másrésztről pedig van az, hogy most büszkék legyünk valójában arra, hogy kmerek vagyunk. Mert mi is az a kmer? Ez is egy olyan identitás, amit persze az emberek a múltból szeretnek identitást meríteni, és abból a múltból leginkább, amikor mondjuk egy nép a legnagyobb volt, vagy a legerősebb. A kmer birodalom az a 10-13. Században volt az epicentrum a Dél-Kelet-Ázsiának, és persze, hogy ők is ehhez viszonyítják saját magukat, bár hát ez egy kérdés, hogy mennyi közük lehet hozzájuk. Tovább adjam a szót? Jó, tovább adjam a szót. Nagyon elszaladtunk. Ja. Köszönöm. Én már gyorsan veszek ki, mert beszéltem arról, hogy hogy kerültem Bangladesbe. Tehát az egyetemem igazából az egész világgal tartva kapcsolatokat, de főleg a nyugati országokkal, mert ugyebár ez az egész emberi jogi rendszer nyugati eredetű, és ott vannak nagyobb hagyományai, és tényleg a kérdés az volt, hogy mennyire használható ez egy olyan országban, mint Bangladesh. Ezért kerültem én oda, de inkább mondok pár érdekességet magáról az országról, ami úgy megfogott így turistaként, hogy úgy mondjam. Tehát az első, ami mindjárt szembe tűnik bárkinek, az, hogy Bangladesh nagyjából ilyen másfél magyarországnyi területen terül el, és ehhez képest van 170 millió lakosa, vagy most már talán még több. Úgyhogy bármerre mentem, iszonyú zsúfolt egy állam. Igaz, hogy én a fővárosban voltam főleg, de vidéken is megfordultam. Éjjel-nappal bármilyen utca, tömött-tömött sorokba mentek a biciklik, az autók, a riksák, mindenütt. Nagyon rossz minőségűek egyébként az utak, és egyáltalán nem tartják be a közlekedési szabályokat, de ez más államra is jellemző a régióban, ahogy hallottam. Külföldi nagyon kevés van ott, ezt már említettem, és azért nagyon, nagyon közvetlenül megbánulják a külföldieket. Úgyhogy bárhol megálltam ilyen kicsit hosszabb időre, akkor azonnal, hogy körém gyűltek nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek, öregek, mindenki, a nők nem, de... Sorry. Igen, ezt nem gondoltam általában. De ezt betudom a kulturális különbözőségeknek. Előbb-utóbb mindig elkezdett velem beszélgetni valaki, és ilyen teljesen furán éreztem magam, mint egy reprezentáció a nyugati kultúrának, úgy faggattak, és jöttek a kérdések sorban olyanról, hogy milyen vallású vagyok, meg szóval mit dolgozom, honnan jöttem, mit csinálok, hogy milyen ország, és ott az emberek mivel foglalkoznak, és hogy élnek ott, és a legintimebb kérdések így elmentek, és ugyanezt magukról is elmondták. Ami nagyon meglepett, mert előtte úgy tájékoztattak, hogy zárkózott emberek, de úgy látszik csak egymás között. És ami érdekes tulajdonságban volt, amire előre nem tudtam, de a kollégám, aki már többször volt ott, ő figyelmeztetett rá, hogy valamilyen kulturális blokk miatt a bangladesi férfiaknak nagyon nehéz azt mondani valamire, hogy nem tudom. Ezért bármilyen kérdés fölteszünk nekik, akkor biztos, hogy valamilyen választ fognak adni. Még ha abszolút nem tudják a választ, akkor is mondanak valamit, és ez a legabszurdabb példákat tudta ezt produkálni ez a kollégám, hogy megmutassa nekem. Például megkérdezte egy
egy riksa vezetőtől, hogy, ha nem fogja a kormányt, akkor még mindig balra húznak a riksák. Ez nem igaz. És nagyon gondolkodott, hogy miért lehet aztán azt mondta, hát mert hogy a föld úgy forog. Tehát ha még ha abszolút nem tudják a választ, akkor is valamit ki fognak találni. Ezért nagyon veszélyes például megkérdezni tőlük az utat. De jártunk már úgy, hogy egy konkrét helyet kerestünk, kb. Két óráig bolyongtunk egy ilyen lakótelepen, azt még aztán végül szereztünk egy internetes térképet, és ott megnéztünk, és aztán gyorsan megtaláltuk. Én nagyjából igazából csak ennyit akartam, hogy utána esetleg még hadunk veled kérdéseknek, akkor lehet, hogy... Igen, mert én beszéltem a kérdésekről, aztán nem hagyjuk a végén helyet. Pont azért egy-egy életképet még nagyon jó János megérezte. Egy-egy életképet kérem ugyanak el, és én elmondom a kórházas korai életképet. Ezt úgy képzeljétek el, hogy vettem egy robogót, mert ugye kórában mindenki azon nyomja. És a tizedik napon egy nagy balesetet, vagy hát egy közepes balesetet szenvedtem. Egy pár bukfenc után felszedelőcködtem, észrevettem, hogy a kulcsom el van törve, a motorbiciklimből folyik, a benzin, a kábelek össze-vissza kiállnak, és a térdem meg ketté van hasítva. És közben pedig, tehát így fekve nagyjából felszedelőcködök, és közben simán hagynak el az autók. Néznek rá, és ez megint ez a karma félreértelmezés, tehát hogy ennek a gyereknek rossz karmája volt, mert balesetet szenvedett, semmi közöm hozzá. Egyszerűen nem érdekel, hogyha ott hal meg, mennek tovább. Aztán én már beszélek úgy, ahogy korai jó, tehát saját magamnak hívtam egy gyorsmentőt, és közben elment egy kolónia is, egy motorosok. Ők is elmentek, de valahol kapcsolt nekik, hogy mégis ő egy motoros volt, ő beletartozik a kis körbe. Tehát a Koreában ez nagyon fontos, hogy most beletartozunk-e a baráti, vagy egy bizonyos karmikus egy átfedésben, vagy nem. Hogyha nem, akkor semmi. Hogyha igen, tehát ők visszajöttek, segítettek. Na de a kórházról, tehát ellátás tökéletes, ugye azt nem lehet fokozni, azt a technológiát, ami van nekik. Viszont a szobán 7 ember volt, egy nem olyan nagy szobán, és ilyen elfekvő betegek. Tehát voltak olyan bácsik, akik már egy éve ugyanazon a szobán vannak, mert ott mindenki köt magának 2-3 privát biztosítást, és hogyha bármi történik vele, ilyen fél éveket van kórházban, mert ezen keres. Nem csak, hogy kifizetik a kórház költségeit, hanem jön neki a cash. Tehát amikor én bekerültem, akkor ott mellettem az egyik fiatal srác. No, a 3 biztosításomból már kettő nyomja a pénzt a számlára. Tehát ők csak mindenki kap egy pizsamát, ilyen kínai emelt gallérosat, és abban van a kórházban. Akármikor ki lehet menni, be lehet jönni, tehát olyan, mint egy galambház. Vannak olyanok, akik be van kötve neki az infúzió, és ebben a pizsamában kimegy, elmegy a metróra, elmegy, körülnézi a városban, csöpög neki az infúzió be. A kórház sarkán ilyen öregebb férfiak, ugye nők nem cigiznek, nem dohányoznak és nem isznak, legalábbis nem nyilvánosságon. Ott guggolnak, korrekt mindig guggolnak, nem ülnek le, hanem ilyen tipikus pózban guggolnak, és ott szívják a cigit és isszák a pálinkát ezekben a pizsamákban. Tehát, hogy nagyjából így néz ki. A legidősebbnek van tekintélye, tehát a legidősebb férfinak, tehát megy a tévé, ahogy Gyuri mondta, az én kórház szobámban 5:30 reggeltől éjfélig ment a tévé, a neonok sütötték ki a szememet, tehát én az első 2-3 napban meg se tudtam mozdulni, de ez teljesen nem érdekli őket. A legidősebb bácsinál van a távirányító, és ő teljhatalmú. Tehát egyszer próbáltam csak szólni neki, hogy én nekem az a másik műsor jobban tetszene, a többiek úgy ugrottak rám falkában, hogy ilyen nincs. Tehát hogy a bácsi szava szent. Tehát aludni nem hagynak abszolút, ott az ágy alatt van egy ilyen kitolható kicsi valami, a kollégákról tudni kell, hogy akárhol alasszanak, akármikor. Hogyha ő most fél órát akar aludni, akkor itt ilyen jogapózban alszik egyet, vagy ilyen félig lecsúszott állapotban, tök mindegy. Tehát nekik ez nem, tehát nincs fényérzékenységük, hangzavar, tehát semmi, nem érdekli őket. Tehát
mit is akartam ezzel mondani, hogy a kórházban vagyok, és nem tudtam aludni semmit, tehát napközben ők lemennek valami rehabilitációra, amikor próbáltam egy órácskát aludni, akkor meg beront a főnőért, hogy miért alszok, hogy éjjel kell aludni. Tehát, és ez halál komolyan gondolta. Tehát egy ilyen érdekes plusz még, ja, az az ágya, hogy a látogatók akármikor jönnek, és akármennyit maradnak. Tehát, hogy ott éjszakázhatnak, ott esznek, behozzák a kaját, teljesen mindegy. Volt úgy, hogy a beteg a férfi, ugye ő szedi ezt a biztosító pénzt, tehát ott van mindig bent, vagy hát legalábbis a vizitkor, hogy prezentálja magát, és ő alszik lent ezen a kis kemény padlón, ezen a kihúzható kis bónusz ágyon, és a felesége alszik simán az ágyban. Ilyen, tehát így néz ki a kórház. Akkor most már végre én is mondjak kereteket, mert hát mindig ellazsáltam a kérdésednek a lényegét. Szóval én először el akartam menni Japánba. El is mentem Japánba. Japán nagyon drága volt, 90-es években próbáltam ki, nagyon drága, és azt, amit kerestem, azt úgy jöttem észre, hogy ott náluk már ez egyfajta luxus vagy színház. Szóval egyetemeken lehet tanulni vallást és filozófiát, és ezeket a mentális dolgokat, de Japánt már ez úgy nem jellemzi. Olyannyira nem jellemzi, hogy általában egy japán embernek két vallása van, a sintoizmus és a buddhizmus. Ha jó kedve van, jó mennek a dolgok, minden rendben, akkor sintoista, ez a vidám ünneplő vallást veszi föl. Ha bajok vannak, problémák vannak, akkor elmegy a buddhista szentélybe, és ott a buddhista vallás szerint áldozik, stb. Szóval Japánt így kizártam. 2000-ben találkoztam a Dalai Lámával, ugye ez akkor volt, amikor kis Csaba barátommal a Dalai Lámát mi ketten meghívtuk Szlovákiába. Ez nem egységesnek tűnik, de senki nem akart vele foglalkozni, kormány szinten, se semmilyen szinten. Valahogy akkor le akartuk tudni ezt, hogy ő itt van, vagy úgy tettünk, mintha nem vettük volna észre. Döbbentes volt, hogy Magyarországról egy nagy állami delegációs autócsoport kísérte őt a Rajkai határát kerüljük. A 10 autó, ilyen ég alatt a motorosok is, mert a kis Csabával kimentünk egy 20 éves kocsimmal akkor, és kimentünk, és azzal aztán betotyogott a bácsi. Úgy jöttük, hogy Pozsonyban, szóval döbbenetes volt az egész, jó volt a kapcsolat vele, gondolhatjátok érte. Mondom, ez nevetséges ma, hogy így van, mert ma mindenki a barátja neki, és mindenki elismerik, bár most megint jön Kína, megint kezdünk távolodni tőle. De akkor nagyon közel került hozzám az, amiről állandóan beszél Tibet. És azután mentem el Tibetbe, Kínából a 2004 táján. Na most Kína a teljes zavarodottság képe, szóval az volt, hogy a nagyvárosaik, azok a legmodernebb, ultramodern, nyugat-európai, sőt amerikai városok hangulatát tükrözik. Shanghai, Hongkong, Nanking, Peking, ez tényleg ez a legfejlettebb technológia. Képesek olyat megcsinálni, hogy a Shanghai-Pekingi úton az autópálya, négysávos autópálya 5 évvel a megépítés után rájönnek arra, hogy állandóan tele az autópálya, és építenek még egy autópálya párhuzamosan vele. Most van majd a 8 sáv oda és 8 sáv vissza, szóval tényleg a technológia a csúcson, minden, ami létezik Kínában, meg a nagyvárosban, a vidék viszont 15. század, vagy a legsötétebb kommunizmusnak az időszaka. Semmi törvény nincs betartva, az 1-2 törvénytől kezdve az égvilágon semmi. A halottak úgy hevernek, ahogy nekik jobban kijön, ha még egy indít fölkelve 4-2 hónapig, akkor nem temetik el. Feleségeket rabolnak a mai napig, mert ugye az 1-2 törvénynek köszönhetően nagyon kevés nő, és nő született, vagy sokkal kevesebb nő, mint férfi. Akkor férfiak összeállnak vidéken bandákba, és akkor 5-6 férfi rabol magának valami vidéki faluból egy nőt. A nőnek elvágják az Achilles-hívét, ugye az egyik lábán, hogy ne tudjon elmenekülni, és akkor 5-6 férfinek a feleségeként, vagy ágyasaként, vagy partnerőjeként szolgázol. Ez megint az volt, ami nem hozott engem különösebben. És Tibetbe elmentem ugyan, de Tibetbe 5 napnál tovább nem engedtek a kínai hatóságok, tehát Tibetet így meg lehetett érinteni. Bele lehetett szagolni, lehetett beszélni egy-két emberrel, akivel szerettem volna ott beszélni, és volt kapcsolatom hozzájuk. De nem lehet ott maradni, szóval én meg nem partizánharcot szerettem volna vívni, mert az volt a célom 55 évesen. Így aztán jutott az a dolog, amit a lányaim már többet mondtak, hogy mégiscsak India. És akkor Popper Péter jutott eszembe, aki most mesélte nekem több alkalommal, hogy Indiát meg kell várni, India az hív. Az India az jelentkezik önmaga, oda ne menjen az ember túl korán, túl fiatalon, mert nem ért meg semmit, csak így kipipálhatja, hogy voltam Indiában, de nem érti meg a dolgokat.
És én is úgy vártam erre az Indiára, és tényleg 2006-2007 talán éreztem először ezt a dolgot, hogy talán érett vagyok arra, hogy induljak, és így jutottam el abba a városba, a kis faluba, ez egy 80 ezer lakosú kis faluska, és itt is, egyébként arról híres, hogy tele van ilyen asramokkal, tehát ilyen meditációs helyekkel, és a Beatles állítólag a 60-as években szintén ott töltött pár hónapot. És itt? Mert kifolytunk az időből. Ja, tehát én nekem aztán ez a Rizsikes volt a hely, ahova eljutottam. Nem lettem buddhista, nem lettem hinduista, nem tudok a karmáról többet beszélni, csak azt, amit olvastam. Én mai napig egy vallástalan keresztény vagyok, én ebben a világban nőttem föl, és azt hiszem nektek sem, senkinek nem az a feladatunk, hogy megismerjünk egy vallást és annak a vallásnak az embere, vagy annak az értékeknek a kizárólagos hordozói legyünk. Nem, ezzel gazdagítsuk magunkat. Elmesélni azt, hogy mit jelent egy hétnapos koplalással és mantrázással együtt járó procedúra, amikor az ember leül a tűz mellé, nem alszik és nem eszik és nem iszik hét napon keresztül, és ismételgeti 42 000-szer azt a mantát, hogy Om Bur Bhuvasvaha Tatsaviturma Renyam Bargo Devasa Diyai Diyo Yorat Prachodaya Om Bur Bhuvasvaha. Ez hét napon keresztül, mi megy végbe az ember agyába ilyenkor? Ezt nehéz elmondani, ezt tényleg inkább meg kell tapasztalni. Úgy érzem, hogy ennek volt értelme, valamivel gazdagodott az életem, nagyon sok mindent megtanultam is. Nagyon közel kerültem ahhoz az énvesztéshez is, helyenként néhány percre, vagy másodperce és percre, amiről itt beszéltem. Úgy érzem, hogy ezt érdemes megtapasztalni másnak is. Egy rövid életkép. Ja, tényleg mindig elfelejtem, hogy nekünk is van. Hát azért még szerettem volna hallani egy történetet a ricinus olajról, de látom, hogy ő is most már tűkön ül, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon gyors életképet. Indokínában a legelmaradottabb ország az Laos. Valójában egy gyarmati ország lett belőle, Kína egy az egybe felvásárolta Laoszt, és kilométeres bágersorok termelik ki az aranyat a folyókból, és ez mind megy Kínába. A vietnámi laoszi nemzetközi határátkelőhöz fűződik egy nagyon jó történetem. A térképen bár egy ilyen autópálya jellegű vörös vonallal volt behúzva, hát még aszfaltozva se volt, és már a problémák a határon elkezdődtek, ugyanis Laoszban nem kell senkinek se vízum, de viszont mindenki köteles vízumot venni a határon. És egy olyan rendszerbe adják a vízumot, hogy attól függően, hogy az embernek milyen útlevele van, tehát mondjuk a kanadai fizet 42 dollárt, mit tudom én, a svéd meg 31-et, tehát ezt most nem tudom, hogy számolják ki. És amikor én oda mentem a szlovák útlevelemmel, akkor ezt elvették tőlem, és marha nagy tanakodás kezdődött, és akkor 5 perc után már oda mentem, hogy van valami probléma esetleg, és mondta, hogy is megkérdezték, hogy most valójában hogy hívják az én országomat, mert nincs rajta az országok listáján. Ez a ilyen geopolitikailag meghatározó országból jöttem, akkor tudatosítottam csak igazán, és hát még megnézték kétszer, és hát nem tudták, hogy milyen díjszabást adjanak nekem, és az jutott eszembe, megkérdeztem tőlük, hogy Csehország van-e a listán, és azt megtalálták, hogy az van, és mondtam, hogy hát ezekkel a fiúkkal mi federációban éltünk nem olyan régen, hát mondom, biztos, hogy ugyanaz a díjszabás ránk is, és erre azt mondta a határ, hogy hát tudja, mit jó van, akkor legyen a cseh vízum, és akkor így bementem a határa. Szóval, na, ennyi. Ős. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a kérdések magámban. Sajnáljuk. Egyébként Koreában sincs Szlovákia listázva, tehát amikor én hazaküldök valamit, akkor kérdezik, hogy ez most Afrika vagy mi. Magyarországot viszont nagyon jól ismerik. Annyi mindent akartam volna mondani még, de ennyire kutattam. Na jó, köszönjük szépen! Köszönjük.